Szavaz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon. Itt lök az autó, vagy látjátok. Nemrég értem hozzá amúgy munkával, de kora van, ma elég korán végeztem. Még dél sincs, képzeld el. Épp hogyha megfürödtem, mi nem ebédeltem. A Davis most elment aludni. Itthon van a család, képzeld el. Most elmegyek, felveszem az apukámat, ugyanis elmegyünk megnézni a hajóhoz a motorokat, meg a jetskiket. Képzeld el, meg akarom nézni a jetskiket, de úgyis van ez az újfajta Sea-Doo jetski, ez a Spark, meg a Trix. Hogyha tudom, megmutatom nektek, viszem a szemüvegemet is, és körbenézünk, ugyanis sok érdekes dolgot most nem csinálunk, ugyanis a Davis most alszik, a Lucas a szobájában valamit csinál, a feleségem pakolászik, úgyhogy gondoltam, hogy elviszem apukámat, és körbenézünk egyet. Aztán, ugye ma van a házassági évfordulónk a feleségemmel, képzeld el, és azt hitte, hogy elfelejtettem, ahogy mondtam a tegnap videóban, azt hitte, hogy elfelejtettem, de már megköszöntöttem, ugyanis nem bírtam tovább, úgyhogy el kellett neki árulni, hogy nem felejtettem, mert odaadtam neki az ajándékát. Megmutatom, hogy majd mit kapott, ugyanis fülbevalót kapott végül is, egy fülbevalót vásároltam neki, de nem dobozba tettem, hanem egy ilyen kisebb fa növényzetbe rejtettem el, amilyen ilyen csetfás fa volt, ilyen műanyag. Azt akartam ugye, hogyha ránéz, és hogy meglepődjön, hogy mit kapott, de képzeld el, nem lepődött meg, ugyanis a fülbevalót nem látta, hogy is belerejtettem, nem lepődött meg, hanem örült neki. Na minden. A feleségem, hogy mindennek tud örülni, az benne jó. Amint hazaértem, megmutatom nektek, hogy hogy néz ki a fülbevaló a fülén, meg hogy milyen ronda a virágba, hogy ilyen növényzetbe tettem bele. Még semmi is olyan ronda, csak nem a legszebb. Az idő amúgy képzeld elég jó, egy felhő nincs az égen, de rettentő hideg volt reggel, 10 fok volt, napközben ilyen 19-18 fokokat mond, képzeld el, egész jövő hétre. Ugye azt hiszem, hogy megjött ez a júliusi hideg idő, ugye ilyenkor van ilyen július környéken, egészen augusztus közepéig, mikor azért észreveszed, hogy tél van, hideg van. Persze a hó ugye nem esik, mármint itt lárunk nem esik, hanem fent a hegyekbe. Ott Melbourne meg Sydney környékén arra felé, itt Gold Coaston nem esik a hó, de már itt fordulunk. Kisnél, ahogy látjátok, megnéztük ezek a Sparkok, látod, van ez, mint nekem kékben jobban tetszik, de ez a fehér, ettől kezdődik ez a kétüléses, ez 8100 dollár így, ahogy van, és amúgy elég olcsó. Ez kétüléses, itt hiányzik az nem hiányzik az elejcső, ugye mindent levettek róla, azért néz így ki, azért néz így ki, meg azért ilyen olcsó végül is. Ott van benne a motorja. Ezen nincsen fék, képzeld az új jetskiken van fék, én nem is tudtam, hogy van rajta fék. Aztán van ez ugyanaz, mint a fehér, csak ugye zöldbe, és ez háromüléses. Ez 2000 dollárral többbe kerül, azért mert van rajta háromülés, meg ezen van fék. Mégis a fék az az, hogy hátrafelé elkezd menni a motor, ugye, amikor meg akarsz állni, hogy mind a kettő ugyanaz. Csak 2000 dollárral több, mert van rajta fék, meg háromülés. Utánfutó azt ugye nem tartalmazza, aztán van egy ilyen másik fajta, az a Trix, az a dűja fajta, amivel lehet egykerekezni, képzeld el, azon van fék, de is olyan, mint egy cross motor, mindjárt megmutatom, csak ugye a vizen mész vele, azon van fék, de két üléses. Ez az, ez a szép zöld-piros színű. Ez zöld, nem? Vagy milyen kék? Nem, olyan ilyesmi. Ilyen szép, amik ezt tetszik nekem, lehet állítani a kormányát felle, a lábadat ki tudod rakni hátulra, és egy kerékre áll, elég könnyen. Ilyen sportosabb. Hát hátuljára, nem egy kerékre. Ilyen, ide rakhatod a lábodat, látod? Lehet húzatni, ez szépen néz ki. Olyan, mint egy cross motor, nem? De két üléses. Lehet állítani a hátulját, a motort, ugye fel tudod emelni, meg le tudod húzni. Nem tudom, nekem tetszik. Ez tetszik, mert lehet vele egy kerekezni, vagy hátulra állítani. Ezek a másikak, ezek többbe kerülnek, ezek ugye drágábbak, mert benne van minden a... meg nagyobb is, ahogy látjátok, minden van benne. Ez végül is annyi, hogy rájussz ezekre,
beindítod, aztán mész velük. Sok minden ugye nincs benne extra dolog, azért ilyen olcsó. Szívű azért találta ki ezeket. Bár ezeken is van húzató, látod? Lehet húzatni. Ez nem áll hátuljára, vagy egy kerékre. Nem tudom, nekem melyik tetszik? Azt tetszik? Az a zöld ízés? Amelyik egy kerék rá? Mi? Amelyik egy kerék rá? Apukámnak ez tetszik. Ez jó, mert lehet vele hülyeskedni a vizen. Csak... nem tudom. Ez olyan sportosabb, az olyan elegánsabb, nem? Már egy... ezt tetszik a legjobban. Ez is jól néz ki. Csak ezt nem tudjuk használni az úton, max kint a sivatagban. Kétüléses. Egy ilyet elfogadnák, hallod? Ilyet elfogadnak. Ez jól néz ki. Ha egyszer kiköltözünk a sivatagba, akkor veszünk egyet. Ilyen nagy kerék van rajta, mi? Jó, erős. Jót lehet vele ugratgatni. Na minden jó. Akkor ezt elviszik, ezt a négy kerekűt, azt a nagy hajót, meg azt az egyik jetskit vagy kettőt. Nem? Ez olyan nagy hajó. Azok szépek, azok a hátsók, te. Ez inkább ilyen horgászhajó, nem? Hája. Na jól van. Úgyhogy azt hiszem, kinéztük magunkat. Azt mondták, nincsen kékben. Nekem kékbe tetszik amúgy ez a fehér. Vagy ez a zöld. De én azt mondom, hogy van ott egy kint. Megnézem, elmegyek oda előre. Ezek a másikak se csúnyák. De ez például tudom, hogy kerül 20 ezer dollárba. Az nem kék ott? Gyere, megnézzük. Azért, mert luxus, meg háromüléses, meg van rajt minden. Kintről kell megnézni, azt hiszem, mert ott van. Nem, az nem az a kék. Fehérben van csak nekik. De a fehér, ha kékbe kéred, ilyen kék. Össze tudod rakni állítólag. Igen. Ja, hát mert minden ellen lejön azokról. Na mindegy. Oda nézze, ez mekkora jetskit, te. Ez nagyobb, mint az autónk. Ez biztos jó kényelmes, meg jó megy. Supercharged. Végeztünk, hazavittem közben apukámat. Megnézegettük ezeket a jetskiket, a motorokat. Motorot nem mutattam, mármint a hajómotort, mert szerintem sok ember nem érdekel a hajómotor. A motor olyan, mint a motor, ugye, a hajómotor. A jetskit talán több ember érdekli, azért lefilmeztem őket. Nekem megtetszettek ezek a Sparkok, ugye eddig is tetszettek, mert 2014 óta vannak ki. Olcsóra gyártották őket, tehát direkt azért csinálták, hogy több ember ugye meg tudja venni, mint a másik jetskit, mint a Yamahát, Kawasakit, vagy még a Sea-nak is vannak ezek a nagyobb, meg drágább jetskijei, de ez tényleg arra van, hogy olcsó. Nem az, hogy olcsó, mert ugye nem olcsó, mert 8000 dollártól kezdődnek, ami jetskihez képest olcsó. Most attól függ ugye, hogy mihez képest, egy jetskihez képest olcsó, mert ennyi pénzért vadonatúj jetskit nem kapsz, kivéve ugye használtad, mert lehet, hogy lenni használtad, de nem tudom, nekem megtetszettek, komolyan mondom. De nem tudom. Jó a kétüléses, jó a háromüléses, mindegyik tetszik nekem. Nem tudom, hogy mennyit láttatok ugye a videón keresztül, de gondoljátok, írjátok meg, hogy ti nektek melyik tetszett? A kétüléses, háromüléses, vagy az a trix, vagy az a trükkös? Ahogy mondtam, nekem mindegyik tetszett. Míg a kétüléses, a háromüléses, majdnem ugyanaz, csak a háromüléses, ugye kicsit nagyobb, meg van rajta a fék. De nem tudom, jetskire nem hiszem, hogy kell fék, nem? Hát úgyis megáll, a hajó sincsen fék, az is megáll mindig. De, na minden, gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy melyik tetszett jobban, a trükkös vagy a nem trükkös. Mit csinálsz, mi? Mit csinálsz? Labdázunk? Amit megelbéreltünk, a Davis-szal is ébredt ugye, mert aludt közben egyet, a Lucas éppen játszik. Mi a fázó? Nem. Akkor miért van rajta a csuknya? Kapucni. Kapucni. Az idő szép, csak hideg van. Ahogy mondtam, ez a júliusi hideg idő. Megmutatom, hogy ugye mit kapott a feleségemnek, hogy hogy adtam neki oda. Ugye a feleségem, ahogy mondtam a korábbi, meg a tegnapi videóban,
azt hitte, hogy elfelejtettem. Nagyon azt hitte, hogy elfelejtettem, hazajöttem a munkából, és nem szóltam ugye semmit se. Aztán mégis nem bírtam ki. De azt hitte, nem kapott ugye semmit sem, általában azért mindig valami kis ajándékot szoktunk venni egymásnak. Na mindegy! És kapott valamit, és úgy akartam neki odaadni, mutattam, hogy vásároltam egy ilyen növényt, ami nem igazi, hanem ilyen műanyag, ez a művirág, vagy fa, vagy nem tudom ezt minek mondják, ugye. Rajta hagytam ugye az árcédulát is, lekapartam az árát, ami 5 dollár volt. És így odaadtam neki, hogy azért mégis ugye kapjon valamit, de nem lepődött. Azt hittem, hogy meg fog lepődni, hogy kapott egy ilyen bozótot, vagy valamit, és valami nagyobbra számít, vagy valami jobbra, de nem lepődött meg, képzeld el. Még örült is neki, ahogy mondtam, a feleségem nagyon... Tehát mindegy, hogy mit kap, vagy mit nem kap, tehát nem csinál ugye nagy dolgot belőle, és örült neki. És utána mondtam, de hát az ajándékodat nem is láttad. Azt mondta, hát itt az ajándék. Nem mondtam, nem itt az ajándék, benne van az ajándék. Ugyanis a fülbevalót, amit kapott, ide beleraktam a közepébe, és na mindegy, ilyen vicces módra adtam neki oda. Amúgy élőben viccesen volt, így elmondva a videón kamerán, nem tudom, nem hangzott olyan viccesnek. Minden érdekes volt, meg vicces. Megmutatom a fülbevalót, amit kapott, tetszik neki. Azt mondta, rettentően tetszik neki, most benne van a fülébe, éppen öltözködik, úgyhogy most addig nem tudok bemenni. De amint kijött, megmutatom nektek a fülét, meg a fülbevalót. És a fülbevalót, de látni fogjátok a fülét is. Na mindegy, úgyhogy. Amint kijött, mutatom a fülbevalót, és majdnem végzett a feleségem, éppen fésülködik. Na várjál, felkapcsoljuk. Nem, here, come out here, we can see you, yeah. And, na minden, mit akartam mondani? Majd gondoljátok, írjátok meg, mit szóltok a fülbevalóhoz, hogy jól választottam-e, vagy nem. Azt mondta a feleségem, jól választottam. De lehet, hogy azért mondja, mert ugye ajándék. Na minden, ha gondoljátok, írjátok meg, hogy nektek egyáltalán tetszik-e, vagy nem. Na várjál, mutatom. Tehát, itt van a feleségem. Hello. Mutattam, egy kicsit várjál, fókuszál rá a kamera. Mindjárt, állt a fókuszból. Várjál. Itt van, na, ráfókuszált a kamera. Ilyen kék kő. Ilyen valamilyen kő, és van ilyen gyémánt alatta, meg be van ugye aranyval, nem arany, körbe meg arany van, na. Nem tudom, mennyire lehet látni a kék követ benne, vagy nem. Így néz ki. A túloldala meg hasonló. Tehát, you like it? Yes, I do. Okay. Azt mondta, hogy tetszik neki. Na, bár kimentünk a fókuszba. Visszajöttünk! Na! Úgyhogy mi most elindulunk, hogy egész pontosan hova, én tudom, de még nem árultam el a családnak. És nem másra fogunk menni, mint a Vidám Parkba. Ott van szemben, nézd a Vidám Park, ott az az új hullámvasút, ez a Movieworld amúgy, ami szeptemberben fog nyillani, és valami ilyen nagyon új fajta lesz. Nagyon gyors lesz, nagyon magas, de várjál, próbálok vezetni, meg filmezni. Itt, ami még nincs befejezve, még mindig építik. Nem tudom, itt lehet látni a kamerán, meg megint, nem? Yes, what is it? És megérkeztünk, látod? Ide befordulunk jobbra, ugyanis erre van az új bejárat, mert itt építkeznek. Ott a hullámvasútnak egy pár darabja. Nézd, rossz oldalt megyünk, mit keresünk itt? Át kell menni a túloldalra. Bár szerintem ez egy irányú. Nagyon remélem. Lukasz? Hova jöttünk? Daddy! A Movie World-be! Próbálom a parkolót keresni, de nem tudom, hogy hol, rettentő sokan vannak ma, még az kint is állnak, most, hogy a végére oda ki kell állni, hogyha lesz hely. Ja, látod, összetörött az autó, rendőrautó, ráugrott a Batman, valakit elütött, látod? Ja, a szirénája. Megnézzük közelebbről? Ó, régi amerikai rendőrautó, nem lehet belátni. Nézd, átment a kukán, mindenhol, még füstöl is. Ja, jön a füstöt háttól. Hú, stinky. Na, menjünk tovább, Lukasz, hova? Mit, hova mész? Arra befele, menjünk befele arra a boltba. Lukasz oda akar bemenni szembe. Ja, látod, itt a Batman motor, ilyen régi, de nem tudok arra ráülni. Hol a Lukasz? Hol a Lukasz? Ott a Lukasz, nézd. Na mi ezzel? Találtál valamit? Mit keresünk amúgy? Ilyen figurát. Mit? Azt. Nincs olyan abban? Nem nincsen? Csak van a Joker a 60-ben. Ja. Erre ma ezt mostan meg a
Davis ráült a motorra. Te is odaférsz még egy fényképre legalábbis. Lehet, hogy ilyen szép motor. Szerintem nem háromüléses, de nem is le fognak róla esni. Na, hogy tetszik? Hm? Jó, te vezetsz, Davis, te vezetsz? Lucas? Fotót? Na, a feleség azt hitt, hogy fényképet készítünk. Davis játszik, ugyanis várunk a Lucasnak a feleségemre, mert elmentek a Scooby-Doo hullámvasútra. Na, hova megyünk? Találtunk egy ilyen régi autós játékot, oda nézz, ilyen régi Sega játék. Ez ugyanaz, mint a tiéd. Rettentő régi lehet, de ilyet is már régen láttam. De ide kerültek ezek a masinák, gondolom. És amit senki nem játszik ezen a részen, mindenki ott van az új részen, meg a többi. Ott az új, ahol van az új játékmasinák. Ez itt van, és sehol senki. Senki nem akar ezekkel már játszani. Na mi van? Kiszállunk? Abba ülünk most bele? Na gyere! Nézd, itt van a Batman autó, látod? Ez igaz a régi. Nem az új, nem az a nagy kereti, hanem a régi. Jaaa, bennül a Batman valószínű. Ó, milyen szép van. Látod, milyen nagy a kereke? Hú-hú. Elmegyünk visszafele. Megnézzük, hogy végzett-e a Mami meg a Lucas. Rendben van? Aztán utána hova megyünk? Hm? Sétálunk körbe? Végeztünk! Hazaérkeztünk! Lement közben a nap. Most nem más, hogy csinálni, mint szokás szerint meg fogunk vacsorázni. Ugye, Davis? Hm? Mit teszünk vacsorára? Szokásosat? Mivel járt? Belement a Superman a repülőbe? Egy kicsit nagy, nem? Úgyhogy ezt a nagyviradét most lassan befejezem, mert ugyanis, ahogy mondtam, semmi érdekeset nem fogunk ilyet csinálni. Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!